Üdvözlöm a kedves nézőinket, ismét képviselői morzsák. Mai testületi ülésünkön az történt, hogy az előző hónapban interpellációmban ugye a sebességi útlezárásról beszéltem, és írásos anyagot kaptunk minden egyes képviselő, erről szeretnék egy rövid tájékoztatást tartani. Az történt, hogy karcagi önkormányzat ugye levelet írt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségéhez, és ebbe kérték azt, hogy nyittassa ki hatóságilag ezt az utat a Szolnok megyei közlekedési felügyelőség. Úgy fogalmaz a város, hogy a magánút közforgalom elzárásának tényére vonatkozó ingatlan nyilvántartási bejegyzés hiányában a magánút közforgalom elől el nem zárt magánútnak minősül. A tulajdoni lapot megvizsgálva megállapítható, hogy a tulajdoni lapra magánút a közforgalom elől elzárásnak ténye nincs bejegyezve, így ez megítélésünk szerint jogtalanul van lezárva. Most pontosan ezt mondtam, hogy jogtalanul van lezárva már több mint fél éve. Ez az út sajnos, és megkeseríti az ott lévő gazdák életét, hogy nem tudnak eljutni a földterületekhez. Most kiadta, tehát átadta az ügyet Szolnoki hatóságnak, az önkormányzat, és jött egy válaszlevél is, ugye, amiben azt mondják, hogy az eljárás során megvizsgáljuk, az elzáró elemek eltávolítása kerültek-e, közlekedés zavartalanul biztosított-e, helyszíni szemlét fogunk tartani, melyet megállapításai alapján intézkedni fogunk, hatóságunk jogkörében eljárva. Tehát az történik, hogy hatóság intézkedés indult a mezőgazdasági út elzárójával szemben. Nos, ma 19-e van, december 19-e, fél 11-kor még le volt zárva ez a terület. Nem tudom, hogy mikor kívánja kinyitni az út. Itt van világosan, hogy ez jogtalanul van lezárva, és polgármester ugye azt abba tudott belekötni előző testületi ülésünkön, hogy nincs az még fél éve lezárva. Most már bőven le van fél éve zárva, több mint fél éve szenvednek a gazdák. Egy kicsit elszomorító ez az ügy, hogy itt ez a papírmunka útvesztőjébe, itt a bürokrácia útvesztőjébe, itt elvész az ügy. Tehát látszik, hogy nagyon sokat szenvednek a gazdák, nem történik semmi, levelezés van, stb. Az út pedig le van zárva, tehát kínunkban nevetünk már, de folyamatban van az ügy, nem történik semmi, a lezárás folyamatos. Igazában úgy néz ki, mintha impotens lenne az önkormányzat. Egyszerűen semmi nem történik. Én nagyon szeretném, ha egy kicsit felgyorsulnának már ezek az események. Hatalmas a sár, hó is volt már, az ott élők egyszerűen el vannak zárva a külvilágtól. Szeretném még egyszer határozottabban, polgármester úr, ne velünk, ne az ellenzékkel legyen határozott állandóan, hanem tessék fellépni határozottan az ilyen helyzetekben, amikor napnál is világosabb, hogy ez egy jogellenes helyzet, tessék fellépni. Nem történt fellépés, most még húzás, halasztás van, én szeretném, ha egy kicsit határozottabban lépne fel. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket, túl vagyunk a mai testületi ülésem, és mint ahogy Lengyel János képviselőtársam elmondta már a napirendi megtárgyalása előtt, napirend előtti felszólalásban megkérdeztem polgármester urat, hogy tudunk-e tenni az ügyben, hogy a városban több helyen is utaknál tapasztalható, a város lakosai az út mellett, a házuk előtt lévő fűvirág, bokor, fák, csemete és egyéb kertészeti dolgoknak a védelme érdekében. Hát különböző objektumokat helyeznek el, ami adott esetben bizonyos szituációkban kényelmetlen vagy kellemetlen, sőt balesetveszélyes is lehet. Ezek az elhelyezett kövek, egyebek, ezek közterületen vannak, ezek engedélykötelesek. Értem én azt is, aki a sajátját, vagy hát úgymond esztétikailag a háza előtti területet próbálja óvni ezzel a módszerrel,
de tegyük ezt rendbe, tegyük ezt tisztába, tegyük úgy, hogy minden szabályos és korrekt legyen, amivel nem sértjük egymásnak a dolgait. Hát polgármester úr aranyos volt ebben a kérdésben, mert azt találta mondani, hogy képviselők, többek között én is, hát vegyük magunknak a fáradtságot, a fizetésünkbe bőven belefér az, hogy fogjuk meg ezeket a köveket, és rakjuk el onnan. Hát aranyos, de én úgy gondolom, hogy talán mivel nem mi tettük oda, így nem nekünk kellene azt onnan eltenni sem. Kettő, talán nem azért, mert büdös a meló, de én úgy gondolom, hogy aki oda tette, tegye azzal onnan. Egy, kettő, meg a közterület felügyelőknek is van feladatköre, van dolga, végezzék, és mindenkit sarkaljanak törvényes és törvénytisztelő magatartásra, és akkor nem lesz se ilyen, se másmilyen probléma. Ezen fölül még megjegyeztem, hogy természetesen örülünk neki, hogy a sugárút újra járható, teljes hosszába, teljes szélességében majdnem, de újra járható. Itt a karácsony meglepett bennünket a TRV azzal, hogy karácsony előtt átadta azt a szakaszt, ami a rendőrség és a püspökladányi út közötti szakasz. Örülünk neki természetesen, hiszen a ünnepi közlekedésünk egy kicsit gördülékenyebb, kicsit simább, és egy picit visszazökkentünk a régebbi tempóba, teljesen rendben van. Ami nem annyira van rendben, hogy ezen a szakaszon nagy valószínűséggel igencsak vissza fog térni újra a TRV, ugyanis már a posta előtt az egyik csatornafedő melletti szakasz már most a átadás vagy visszaadás után pár nappal beszakadt. Tehát, hogy ez meddig fogja bírni, reménykedjünk, hogy az ünnepeket kifogja, és nem lesz különösebben probléma belőle, de utána mindenféleképpen a TRV-nek ezen a területen újra rehabilitálni kell ezt a útszakaszt. Polgármester úr megígérte, hogy addig üti ezt a vasat, és próbál minden pressziót alkalmazni a TRV-vel szembe, hogy ennek az útszakasznak teljes szélességében megtörténjen a rehabilitációja, tehát a teljes felület felújítás megtörténjen, ne csak ott, ahol a csatornához hozzányúltak. Bízunk benne, hogy ez meg is fog valósulni, és újra lesz egy szép, jól járható és a városhoz méltó sugárútunk. Illetve egy nagyon jól használható, korszerű csatornahálózatunk. Szurkolunk és reménykedünk, hogy a TRV végre újra, vagy hát nem újra, hanem a helyzet magaslatára kerül. Információim szerint egyébként is a top 50 közé került a TRV, tehát annyira jól végzi a dolgát, hogy ezért még elismerésben is részesült. Hát, azért, ha minket kérdeztek volna meg ebbe a kérdésbe, nem biztos, hogy az az elismerés ott koppan, de vannak, akik úgy gondolták, hogy a TRV remekül végzi a munkáját. Mi nem így gondoljuk. A testületi ülés a napi rendek megtárgyalásával folytatódott. Természetesen a legtöbb napi rendet tudtuk támogatni, hiszen olyan kérdésekben döntöttünk, amik abszolút a város és a város lakosainak az érdekét szolgálja. Így a közérkeztetéssel kapcsolatos döntések, bérlakások bérbeadása, illetve szerződések meghosszabbítása. Tehát ezek mind olyan kérdések, amik igenis fontosak. Fontos a önkormányzat működését szolgáló gazdálkodási időszak meghosszabbítása a következő költségvetés elfogadásáig. Ezt egyébként törvény is írja elő, tehát ezt is tudtuk támogatni. Nyilvánvaló, a város élete nem állhat meg. Egy dologban azonban nemet nyomtunk, és ez bizony a költségvetés módosítása. Annak ellenére, hogy bevételek érkeztek a város kasszájába, örülnünk kellene, de összességében változatlanul az a véleményünk, hogy önmagában a költségvetés az, és annak a felhasználása, módja, ahogyan elköltjük azt a pénzt, az a mi koncepciónkkal nagyon nem egyezik. Így nem tudtuk támogatni a módosítást sem. Ebben az esetben határozott nemet nyomtunk, és nem továbbiakban sem fogjuk tudni ezt támogatni.
A többi napi rendi kérdésben konstruktívak voltunk és együttműködőek. Én úgy gondolom, hogy a nem túl hosszúra nyúlt testületülés hevesebb viták nélkül zajlott. Valószínűleg egy kicsit a karácsonyi hangulat, a szeretet ünnepe is átlengte a képviselőtermet, és így egy viszonylag jó hangulatú és konstruktív testületi üléssel zártuk az évet.